No. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről lesz szó, amiket a BookTube, illetve a BookTuberek miatt olvastam. Fontos megjegyzendő dolog, hogy azok a könyvek nem lesznek itt felsorolva, amíg BookTube könyvklub közös könyvek voltak, és úgy voltak közös könyvek, hogy a közös könyv választáskor győztek meg arról, hogy olvassam el az adott könyvet, hanem hogyha olyan könyv lesz ebben a felsorolásban, ami volt BookTube könyvklub közös könyv, akkor az azért van ebbe benne, mert még azelőtt el szerettem volna olvasni, hogy BookTube könyvklub közös könyv lett. Ebből nyelvszerűt lehetne csinálni. Azok vannak benne, amiket már azelőtt is el akartam olvasni, mielőtt BTK-kel közös könyvek lettek, amiket pedig akkor akartam elolvasni, amikor közös könyvet választottunk, azok nincsenek itt benne. Mert ez BTK-kes meggyőzés volt, szóval az egy kicsit más a téma, meg a mindegy. Úgy döntöttem, hogy ez most így lesz. No, hogy csapjunk bele, mert ez nem lesz egy rövid videó, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, amit kihagytam belőle. Tehát így próbáltam felidézni, hogy mi hogy jött, meg mi kitől jött, de van egy olyan érzésem, hogy biztos maradt ki valaki, vagy valami, illetve azok a könyvek se lesznek nyilván benne, amiket még nem olvastam, de valaki ajánlása miatt akarom olvasni, szóval az megint egy más tészta. Lehet, hogy majd abból is csinálhatok egy videót, hogy könyvek, amiket booktuberek miatt akarok elolvasni, na mindegy, brainstormingom van. Szóval kezdjük akkor el, mert bazisok, van egy ilyen, nem tudom, ilyen kisgyerek méretű kupacom, szóval nézzük. Jó. Az első, ez úgymond kivétel lesz, mert már nem aktív booktubertől jött az ajánlás, ami az Obsidian Jennifer L. Armentrouttól, és ezt még, amikor Matilda 15 évesen föltévedt a booktube-ra Magyarországon, ami az akkor életező booktube volt, és ezt még Csecse Attila ajánlására akartam elolvasni annó, mert hogy nála láttam ezt először, amikor még könyves videókat gyártott, szóval ezt még ő adta el nekem, szóval ez még ilyen nagyon nagyon régi BookTube ajánlásból jött, és igen, ezt nagyjából a körülről is olvasnám, szóval így ez volt kb. Így a Percy Jacksonok után az első, tehát kb. Ez a könyv volt az, amivel így elkezdtem másfele is menni, mint a Percy Jackson könyvek, mert ugye azok voltak az eredeti könyvmajátevő könyvek, mindegy, ezt nem tudom megfogalmazni, és akkor utána jött ez, amikor feltévedtem BookTube-ra, és hát most itt vagyunk. Nem a jegyzetem szerint fogunk haladni, mert a könyvek nem úgy vannak. Ezt visszarakom a polcra, mert ez Borka miatt olvastam el, de a BTK-kel közös könyv volt. Nyerővel bemutatnám a BTK-kes könyveket is. Döntéseket kell hoznom, és megy a kamerából az idő. Nem, mert akkor az összes BTK-kel könyvet fel kéne sorolnom, és ez sok. Visszarakom. Hát a következő, hát ez mostanában senkinek nem lesz meglepő, ugyanis végigvlogoltam az olvasását. Bronzváros, ez elég egyértelműen Anditól jön, mint ahogy már elmondtam a legutóbbi videóim egy csomójában, hogy igen, ez itt egy Andi lobby. És azóta már végigolvastam a teljes sorozatot, ugyebár. A következő az a Lore Olympus, mert hogy amikor bejelentették, hogy jön magyarul a Lore Olympus, én sose hallottam még előtte róla. És a Discordon mindenki nagyon örült, hogy úristen, kiadják magyarul meg minden, és végérvényesen Szanna pitchelte nekem ezt a könyvet, vagy hát ezt a sztorit, mert hogy én amúgy előtte nem tudtam róla semmit, és Szanna volt az, aki már olvasta, amikor bejelentették, eladta nekem azzal, hogy görög mitológia, és Persefone és Hades, és hogy szép, és talán még azt is mondta, hogy lilás, ilyen rózsaszín kék lila, és ez így abszolút megvett már, még mielőtt bármit tudtam volna erről a könyvről. Aztán tudjuk, hogy mi történt köztem és a Lore Olympus között azóta. Álmatlan éjszakáim. Következő, csak mi ketten, szintén Andi ajánlás volt, ezt az áprilisi összegzőmben is már láthattátok. És még fogjátok is legalább egy videóban látni ezt a könyvet mostanában. Következő, a Pumpkinheads Rainbow Rowell-től, ami azért fura, hogy más ajánlására olvastam úgymond, mert hogy Rainbow Rowell az egyik kedvenc szerzőm, de valahogy a Pumpkinheads-et azt így a tudatom zugába, hátsó zugába elszáműztem. Nem tudom megmondani miért, és végül azért vettem meg és olvastam el, mert tavaly, amikor volt a Creepathon,
akkor nagyon szóba került, és azt hiszem, emlékeim szerint azután döntöttem el, hogy mármint, hogy oké, ott így rájöttem, hogy oké, nekem egyrészt ez kell, másrészt a Booksnél Fanny is olvasta, és küldte be a képet róla, és akkor így rájöttem, hogy ez a könyv egyébként így létezik, szóval így, ez így kicsit Fanny miatt ért be nálam, hogy végül novemberben vagy valamikor megvettem, úgyhogy ami azért tényleg azért vicces, mert hogy Rainbow Rowell a kedvenc szerzőm, de hogy valamiért így nem volt bennem, hogy megvegyem a Pumpkinhead-et még a Kripaton előtt, hogy így a Kripaton összes szervezőjének is köszönhető, hogy végül elolvastam ezt a könyvet. Az ilyen halloween-i őszi Ridaton, és ugye ez meg egy Halloween-kor játszódó, tök farmos sztori, képregény. A következő, ami az Ólomerdő, ez ugye volt PTK-kel közös könyv, de már jóval azelőtt el akartam olvasni, hogy közös könyv lett, ez pedig ilyen, ez ilyen közös booktuber ajánlás volt, főként Zsófi és Andi frontról jött, de aztán még több ember becsatlakozott abba, hogy megerősítse bennem, hogy én szeretnék Kleinhans Csillától olvasni, és természetesen könyvhéten megyek megszerezni az új könyvét is, mert bár még nem olvastam végig az Ólomerdőt, a csapat szellem visz magával, és érdekel, hogy az új könyve az mit fog tudni, ami ilyen kis gombás lesz, és mindegy, izgi, meg anyámék már végigolvasták a teljes Ólomerdő sorozatot, mert ugye megvettem, és igen, kéne olvasnom nekem is, tudom, kéne olvasnom tovább. Nos, következő, Tavis Baldry-től a legendás lették, ezt abszolút Eszti miatt olvastam, egyrészt nagyon jó pitche is volt, vagy nagyon jó ajánlása is volt a könyvnek, másrészt ezt ugye Eszti fordította, szóval, és amellett, hogy Eszti fordította, bele is esik az olyan könyvekbe, amiket én olvasok, szóval elolvastam és imádtam, nem meglepő módon. Ebben a felsorolásban nagyon sok Eszti ajánlás lesz, mert az a helyzet, hogy ha Eszti valamire azt mondja, hogy Matilda, olvasd el, azt elolvasom és tetszik, és így veszélyes Eszti közelébe mennem könyvajánlás fronton. A következő szintén ilyen Zsófi-Andi közös erő volt szerintem, ha megtalálom a jegyzetembe, hova írtam föl. Sőt, szerintem nem csak Zsófi és Andi volt, aki moskátani tehet is eladta nekem Kleinhans Csilla mellett, de Zsófi és Andi tuti. Kettejük közül valakinél láttam moskátani tehetről videót, vagy olyan videót, amiben benne volt az Irha és Bőr, és utána még több embernél láttam, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen kollektív hatás volt, de hogy már egy ember után is úgy voltam vele, hogy okay. Kell, és nagyon szerettem, és hát igen, azóta több muskátdalit a könyvem is van. Úgyhogy igen, ez is egy betalált. Főleg azért örülök, mert hogy ugye magyar szerző, és akkor legalább így bátrabban tapogatózok magyar szerzők körül, hogyha valaki megerősít, hogy az adott szerző jó lesz. Következő, a Ház az égszínkék tengernél, ami abszolút Zsófi ajánlás volt, amikor még a fantasy bingóját csinálta, már nem is tudom, 2-3 évvel ezelőtt, akkor olvastam el angolul, utána megjelent magyarul, és igen. Ez Zsófi adta el, de talán még a fantasy bingója előtt eladta nekem valami más videója. Zsófi többször említette ezt a könyvet, annó nem volt nehéz meggyőznie, hogy akarom. A Wings of Fire sorozatban az a kicsit egyéni helyzet, hogy alapvetően már a radaromon volt ez a könyv, de ez az egyszer felkerült a várólistámra, aztán elfelejtettem, hogy rajta van. Tipikus esete volt, és valahogy, már nem emlékszem mikor, de tudom, hogy egyszer csak így Zsófi mondta, hogy amúgy fönn van Spotify-on a hangos könyve a Wings of Fire sorozatnak. Mindegyik rész fönn van Spotify-on, elérhetőek. És akkor, mikor így megnéztem, hogy mi ez, jutott eszembe, hogy ja, hát én ezt el akarom olvasni, vagy hát egyszer felraktam várólistára 1000 évvel ezelőtt, úgyhogy így végül is Zsófi miatt kezdtem bele, mert ha nem mondja, hogy fönn van hangos könyvben, akkor valószínűleg a mai napig se olvastam volna még bele a sorozatba, és hát mind tudjuk, hogy állok a Wings of Fire sorozattal jelenleg, úgyhogy ez abszolút Zsófi hatása volt. Na, a következő az, így nem tudnám behatárolni ezt se egy konkrét emberre, hanem ez is ilyen kollektív booktuber erő volt, ez pedig a Nimona. Szintén, amikor Zsófinak volt a fantasy bingója, akkor így mindenki bedobta a Nimonát, mert az addigra már egy ideje megjelent magyarul,
ilyen 19-es kiadás, szerintem 2020-ban volt a Fantasy Bingo, és ennek hatására olvastam el, hanem akkor 21-ben volt a Fantasy Bingo. Addigra már volt BookTube Discordunk, ez tuti, és a BookTube Discordon dobták szerintem be. És remélem nem mondok hülyeséget, az a baj, hogy ez a 2019, hát inkább ez a 2020, és a 2022-ig mondjuk, az a három év nekem tök egybe folyik, és nem tudom megállapítani, mi mikor volt. De tudom, hogy mikor Fantasy Bingo volt a másik szobában, videóztam még a kanapén, és addigra már volt BookTube Discordunk, mert addigra már volt BookTube könyvklub is. Na és akkor még egy kis eszti szekció, és utána meg kell néznem, mik azok a könyvek, amik nincsenek meg. Gyakorlatilag minden létező képregény majdnem, amit én elolvastam, azt ezt miatt olvastam el konkrétan, mint a Klaus, vagy a Cserkesztereket, mert mikor a Cserkeszterek jött ki magyarul, akkor mondta ezt, hogy ez jó lesz, vagy a Heartstopper, ami talán, az, a Heartstopper volt az egyik első eszti ajánlás, amit olvastam. Még mielőtt kijött volna a sorozat, vagy kijött volna magyarul, mondta, hogy ez egy tök jó képregény, elérhető online, olvasd el, megtettem, nagyon szerettem. És valahogy ott indultam el a lejtőn, hogy bármi, amit Eszti mond, az ilyen kell. Igen, amit elfelejtettem még, az a Becky Chambers, hát főként a Kicsi dühös bolygó, mert ez a négy szemköztes lányoknak, ugye Eszti, Andi, Fruzsi, Zsófi, volt egyszer közös könyvük, és már akkor nagyon jókat mondtak róla, aztán utána Eszti még ajánlott egy csomó másik Becky Chambers könyvet, úgyhogy Becky Chambers is innen jött nekem. A Heartstopper-re jutottam el oda, hogy Alice Osman, és emiatt jutottam el oda, hogy Loveless-t is olvastam, ami ezáltal szintén Eszti, és ugye utána az összes többi Alice Osman-t is kiolvastam, úgyhogy minden, ami Alice Osman, azt ezt indította el nálam. Aztán volt egy ilyen kis regény, amit karácsonykor olvastam, az a Holiday by Gaslight. Ezt azért olvastam el, mert Avilda hívta föl így a követői figyelmét Instagramon, hogy ez egy ingyenesen letölthető e-könyv volt Amazonon. És hát karácsonyi, romantikus, viktoriánus korban játszódik talán. Szóval ez ilyen azonnal mentem, és főleg, hogy ingyenesen letölthető e-könyv volt, szóval úgy voltam vele, hogy ha nem is olvasom el, elfér a Kindle-on. És egy tök jó ilyen kis romantikus karácsonyi sztorika volt. Aztán, aminek nem tudom, hogy mi a magyar címe, de majd bevágom úgyis a borítót, a Soulmate Equation, ami ugye Christina Lauren könyv, és Andi mondta, miután olvastuk a Nem mézes heteket, hogy ez is jó, elolvassam. Elolvastam, amúgy tényleg jó volt, nyilvánvalóan. A három dolgot mondj is egy kicsit olyan könyv, hogy alapvetően már fönn volt a várólistámon, de amikor Eszti mondta, hogy ez egyébként egy nagyon jó ifjúsági romantikus könyv, akkor jutott eszembe, hogy tényleg fönn van a várólistámon, akkor el is olvasom, és bementem a könyvtárba, és kihoztam végre. Szóval egyébként szerintem ez is egy olyan könyv lett volna, amit nagyon sokáig még halogatok. Aztán a Love Hypothesis, csináld? Szóval a Love Hypo volt még, ami mi a szerelem képlete, egyenlete, szerelem képlete talán, az a magyar címe, sose tudom, olyan egyformák, ami a romantikus triumvirátusunknak köszönhető, ami ugye Andi, Sanna és Pannó volt. Nagyon tolták egy időben a Love Hypo-t, és emiatt én is úgy éreztem, hogy jóval nézzük meg, hogy milyen. Nem volt rossz az erotikus jeleneteket, ha kiadják belőle, sokkal jobb lett volna. Szintén ezt a ajánlás a barangoláshoz volt nekem a Remote Control Nédi Okorafortól, ami egy ilyen afrofuturisztikus kisregény, mindegy nagyon-nagyon jó volt. És most is Nédi Okorafort olvasok éppen, ami az Akata boszorkány, ami szintén ezt a ajánlás. Azután a Leányrablás Budapesten, az is fönn volt már egy ideje a várólistámon, de azt is halogattam volna még. Nagyon sokáig, mert annyira nekem a Gergő könyv, a Gergő és az Államfogók nem jött be Böszörményi Gyulától, amikor én azt olvastam. Viszont aztán Evelinnel csináltuk ezt az Olvassuk egymás kedvencét, akkor jött az, hogy akkor most elolvasom végre a Leányrablás Budapestent, és tök jó volt, és kéne folytatnom, úgyhogy ez így Evelin miatt jött, hogy Böszörményi Gyula másik sorozatát megszerettem, csak kéne folytatnom, mint nagyon sok minden mást is. Még egy, ami pedig a Stellenhag kötetek voltak, ugye ezek a képes albumok kis szöveggel, ami szintén a négy szemköztes lányoktól
jött, mert az elektronikus államból nekik volt külön kibeszélőjük. Illetve ami még tudom, hogy BookTube-ról jött, de már nem tudom honnan, az az Evelyn hét férje volt. Biztos, hogy láttam valakinél, és azért került fel a radaromra, de már nem emlékszem, hogy pontosan kinél volt. De tudom, hogy valahol a BookTube-on találtam ezt a könyvet, és a magyar BookTube-on. Utolsó képregény, az egyik, ami a Mooncakes volt, amit Szannánál láttam, és olyan kis cuki kózinak tűnt, hogy ezt azért olvastam el, meg fönn volt scripten. Illetve még annó Zsófinak a Pokémon Ridatonja alatt olvastam a Wave címűt, amit meg Zsófi ajánlott. És nagyon jó volt, nagyon szerettem azt a képregényt is. Úgyhogy azért nem minden képregényt ezt ajánlására olvastam, de a 90%-át igen. Nos, akkor ezek lettek volna azok a könyvek, amiket BookTuber ajánlásra olvastam valamilyen úton, módon. Talán sikerült a legtöbbet összeszednem, de mondom, ezen kívül valószínűleg még vannak, meg olyan is van, ami még várólistán csücsül, de szintén BookTuber ajánlás. Ennyi lett volna mára. Kommentben írjátok meg, hogyha nektek is van olyan könyv, vagy több könyv, amit BookTuber ajánlásra olvastatok, illetve hogy mik azok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és veszélyes hely ez a BookTube a pénztárcáknak.